Azzal a megyei kereskedelmi és iparkamara kisinas tábort szervezett nem titkolt pályaorientációs céllal. Honnan jött a tábor ötlete? Mindenféleképpen szerettük volna bemutatni a 7. osztályosoknak, hogy milyen sok szakmából választhatnak akár Nagykanizsán is, és ez volt a főként az indításnak a célja, hogy ebben az 5 napban, amikor velünk vannak és táboroznak, akkor az összes nagykanizsai intézményt meglátogassuk, az ott tanult szakmákat bemutassuk, és hát természetesen nem titkolt szándék, hogy kedvet csináljunk a szakmatanuláshoz. Hogy fogadták az intézmények ezt a kezdeményezést? Nagyon segítőkészek voltak és együttműködők az intézmények, hiszen az ő érdekük is az, hogy a pályaválasztásban fontos szerepet töltsenek be, és ugye a szakmákat válasszák a gyerekek, és sok esetben nem ismerik a szakképzői intézményeket megfelelően, vagy ha ismerik is, lehet, hogy nem az a benyomásuk, ami a valóság, ezért ők is nagyon partnerek voltak ebben, hogy segítsék a munkánkat, és ezért a hét során többször is ellátogatunk hozzájuk. Mik azok a szakmák, amikbe betekintést nyerhetnek a gyerekek? Tehát alapesetben meg szerettük volna mutatni az összes olyan alapszakmát, amit a 8. osztályt követően választhatnak a diákok. Szakács, pincér, gépi forgácsoló, női szabó, kárpitos, asztalos, és meg ugye sorolhatnám. Tehát gyakorlatilag minden olyan szakma, amit Nagykanizsán most tanulni lehet. Nagyon friss még a kezdeményezés, tavaly indult. Tehát nagyon nem lehet még mérni azt, hogy ez milyen eredményeket hoz, de mégis mire számítanak, vagy egyáltalán mérhető-e az, hogy ennek hatására a gyerekek választanak-e a bizonyos szakmákat? Igen, mérni nagyon nehéz. A tábor első napján és az utolsó napján is megkérdezzük őket, hogy milyen elképzeléseik vannak, esetleg szeretnének szakmát tanulni. És általában azért az a tendencia, hogy az utolsó nap, mert mindenki, aki eddig esetleg még nem tudott dönteni, dönt, vagy legalábbis nagyon közel kerül ahhoz, hogy egy-egy szakmát válaszol, de sajnos arról nincs információ, hogy ebből hány fő kerül be ténylegesen is a szakképzésbe jelenleg. Külön csoportokban zajlik a munka, vannak női szakmák, kifejezetten női szakmák, külön férfi szakmák. Külön csoportban tudnak ebbe betekintést kapni a gyerekek, vagy pedig közösen is látogatják az intézményeket? Igen, tehát próbáltuk pont a sokszínűség miatt megmutatni mindent, ezért van olyan szakma, amit ugye a fiúk, de gépipar, gépi forgácsó, CNC gépkezelő, hegesztő, amit ugye inkább férfias, fiús szakma, ezért a fiúk látogatnak, addig a lányok a kereskedelemmel, logisztikával ismerkednek. De természetesen vannak olyan szakmák, amit úgymond mindketten választhatják, például a vendéglátás, ott meg együtt töltik a napot, és együtt ismerkednek azokkal a szakmákkal. Kik azok, akik ebben a munkában segítenek? A szakképzési centrum, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézménye és a szakoktatói segítik a pályorientációs foglalkozásokat. Tehát ott, amikor ott vannak, akkor természetesen ők a fő rúgói a munkának. És ugye a program során vannak üzemlátogatások is betervezve, ilyenkor pedig a cégek vannak segítségünkre, de természetesen mindenhol a kamara részéről kísérők követik a munkát, és kísérik egyik helyszínen a másikra, és felügyelik a munkafeladatokat. Nem csak a mostani táborban, hanem egész évben nagyon szoros az együttműködés a kamara és a szakképzési centrum között. Mik azok az alkalmak még, amikor együtt tudnak működni? Hát természetesen nem csak a pályorientációs területen, de főként ott is közösen együttműködünk. Különféle szülői értekezletek, pályaválasztás segítő egyéb rendezvényeken. Hát természetesen már a szakképzésbe bekerülő diákok olyan részben is együttműködnek a kamarával, és a centrum is a kamarával, és az iskolái. A tanulószerződések együttműködése megállapodások során ugye a képzőekre való kihelyezés a kamara feladata, és így természetesen napi kapcsolatban az iskolák és a kamarai tanácsadói hálózat között, úgyhogy előtte is és utána is szoros a kapcsolat, akkor valaki bekerül a szakképzésbe. Ebbe a kapcsolatban hogy tudnak beilleszkedni a helyi vállalkozók, vállalkozások?
Hát több módon is, most ugye, amit említettem, a munkákat segítik a tábor során azok a vállalkozások, akik egy kis betekintést mutatnak egy-egy szakmához, megyünk vendéglátó egységbe, megyünk faipari céghez, tehát ők mindenképpen nagyon lelkesek és elkötelezettek a pályorientációs területen, hiszen az ő érdekük is, hogy megfelelő szakember utánpótlásuk legyen, de természetesen a későbbiekben is, mint a gyakorlati képzőhely is közreműködnek a kamarával és a szakképzéssel. Továbbra is nyilván az utánpótlás az elsődleges cél, hogy megfelelő szakemberek kerüljenek ki a szakképzésből. Itt most ebben a táborban 7. osztályosok vesznek részt. Miért ezt a korosztályt célozza meg a kamara? Hát természetesen azért, mert ők lesznek most a 8. pályaválasztók szeptembertől, és úgy gondoltuk, hogy már most egy kis kedvet csinálunk, bemutatjuk a szakmákat, hogy amikor ténylegesen dönteniük kell februárig, akkor már vagy el is döntötték és céltudatosan válaszolnak, vagy amikor felkeltettük az érdeklődésüket, akkor ebben a hátralévő időszakban tovább informálódjanak, és természetesen abban bízunk, hogy akkor is a szakmákat fogják választani.